A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díjával lett gazdagabb Tóth Anna Mária, a Mözsiek védőnője. Egészségügyi szakoktató szeretett volna lenni, de erre az iskola rendszer akkor nem adott lehetőséget. Így védőnő lett, és bár lakhelye szerint Vaddon él, Mözsön kapott állást. Ma már ezt mondja, nem bánta meg. És bár ahogy mindenki életében, az övében is eljött a pillanat, amikor váltáson gondolkodott, erősebb volt a szakma szeretet annál, hogy lépjen. Ez valamiért az én fantáziámat úgy izgatja. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen benne van a tanítás, benne van a szemléletformálás, benne vannak a gyerekek, más szintéren, de mégiscsak egy picit talán hasonlít hat a szakoktatói képzéshez, és így vágtam bele a főiskolába. És aztán egy év után már tudtam, hogy jó helyen vagyok, menni fog, és fogom én ezt tudni talán megfelelően csinálni. Az a fajta közvetlen kommunikáció kapcsolat, ami ebben a szakmában megvan. Fontos, hogy itt kell idő lenni, tehát időnek kell lennie mindenkire. Itt nem lehet kapkodni, nem lehet sietni, és talán az is, hogy akarva akaratlanul részesei leszünk a családok életének, és tudni kell meghallgatni, tudni kell türelmesnek lenni, úgyhogy talán ez volt az, ami mindenképpen mozgatott, plusz ugye az a fajta egészségügyi vonal, amit végül is a szakközépiskolában már ugye elkezdtem megszeretni, hogy azért ez a része, ez a szakmaisága is megmarad. Az idők folyamán a szakma rengeteget változott, mondja. A társadalmi változások nagyon-nagyon rányomják a bélyegét arra, hogy mi hogyan tudunk dolgozni. És ugye, ahogy fejlődik a virág, felgyorsul a világ, úgy változik a családoknak a megközelíthetősége. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan tudjuk elfogadtatni azt, hogy továbbra is él a családlátogatás, hogy mi ki fogunk menni, be kell jutnunk a családok otthonába, és azt gondolom, hogy amekkora nehézséget esetlegesen ez jelent, hát ezt meg kell oldani. És hát változtak tényleg a szűrővizsgálatok, változott a helyszíne, hiszen kikerültünk az óvodákból, már nem ott szűrjük a gyerekeket, hanem itt a tanácsadóban. Változott az adminisztráció, bővültek a feladatkörök, úgyhogy sok-sok változás volt ebben a 24 évben. Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok. Ugye én itt kezdtem el dolgozni, engem az itteni közösség, emberek már nagyon-nagyon ismernek, és igen, én még biztosan be tudok menni, remélem, hogy így is marad. Kolléganők, nagyvárosi kolléganők azért már jelezték, hogy nehezebbé válik ez a fajta kapcsolattartás. Igen, az emberek bezárkóznak, nehezebb az otthonukba bejutni, és ott gondozást, ott látogatásos tevékenységet végezni, és hát valljuk be őszintén, hogy a COVID sem a mi oldalunkra állt, hiszen az a fajta zártság, ami az elmúlt 2 évben jellemezte a családokat, hát az iszonyatosan megnehezítette azért a munkánkat. Mégis azt az embert, aki őszintén közelít a családokhoz, akit bizalmukba fogadnak, szívesen fogadják. Ha őszintén rámutatok arra, hogy miben kéne változtatni, akkor ezt a család jó néven veszi. És nem feltétlenül ellenséges támadásként éli meg. Mindent ki lehet googlizni, mindent el lehet olvasni, rengeteg csoporthoz lehet tartozni, szülők egymás között kitűnően tudják az információt átadni, úgyhogy ebben az iszonyatos információ tömegben kell megpróbálni eljutni odáig, hogy mégiscsak elmondom, hogy az én szaktudásom és az én szakmai tapasztalatom az mivel lehet esetlegesen más vagy jobb, mint amit mondjuk egy ilyen internet vagy egy ilyen nagy hatalmas információ áradat szolgáltat. És igen, azt gondolom, hogy nem egyszer találkozunk olyannal, hogy nem szívesen akarja első körben elfogadni a tanácsot a szülő, de aztán átbeszéljük, és hogyha belátja, hogy jót akarok, és hogy működik úgy is, ahogy én mondom, akkor azért változik. Úgy gondolom, hogy a védőnőség és a védőnői szolgálat meg tudja állni a helyét jelenleg is,
Szükség van újításokra, szükség van szemléletváltozásra, de nekünk itt hatalmas szerepünk és lehetőségünk van abba, hogy a családokat segítsük, és a szemléletüket formáljuk, és a gyerekek fejlődésében a legkisebb eltérést is esetlegesen észrevegyük, időbe szóljunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a szakma még mindig megállja a helyét, és szükség van rá. Persze újítsunk, és változtassunk, és haladjunk a korral, de mindenképpen tehát az, hogy a megelőző szerepet betöltjük, ez szerintem nem kérdés.